Szállítom, megérkeztünk Bartoshoz, üdvözletem. Da, üdvözletem. Itt van egyébként nagybaty Hull Chris. Itt van nagybaty csapat. A gang. És itt vagyunk mi is, Csádámmal. Itt vagyunk. Csádám. Akkor vegyük fel az interjút. Mostan találkoztam egyébként, ugye meg volt csígérve. Igen. Még mikor? Még decemberben. Decemberben, hogy nagyba Chell Chrisszel találkozunk, nagyba. A csrankos gyerekkel, aki ilyen nagy... A csrankos gyerek, prankos gyerekkel, da, úgy bizony, da. Úgyhogy... Szevasztok, férjön. Nagyba, többen egyébként együttek itten, úgy bizony, da, úgy. Például Csunor, úgy bizony. Szia Bartos. Da. Szia Bartos. Szia Bartos. Hoztam. Nálam is három van. Darab sört, egyiket, jaj. Kettőt neked, egyet meg én is így eliszogatok. Jaj, hát ez kirobbant. Mi a kedvenc filmed, hogyha szoktál így filmeket nézni? Szomszédok, volt egy olyan film, egy ilyen folytatásos film. Nem film, minek nevezik, az ilyen sorozat. Sorozat? Texasi láncfűrészes. Fú, azt nem ismerem, de majd rálesek. A texasi láncfűrészes gyilkos. Tehát az a második, ami a kedvenc. Igen. Volt egy, ami apámnak is a kedvence volt, ez a, az pedig a, volt egy nagyon öcsrégi film, az a Új barázdát szánt az eke, az egy nagyon öcsrégi film. A gyilkos bohóc. Jó, mert állj, stoj! X-polgártárs. Ide is van, a Sikatilóról szól. Ja, igen, ezt láttam, ezt a tetoválás, igen. De fölhajtom azért. Sikatino. Andrei Romano, de X polgártárs, meg akkor az a kedvenc. Molnár Krisztiánt ismered-e? És hogyha ismered, akkor lesz-e vele csideó? Úgy törveztem egyébként, hogy lészem. Igen. Személyesen nem ismerem amúgy. Még én sem. Öblíteni kell közben, srácok, ez ilyen törvény. Tudom egyébként, hogy egy ilyen nagyon ilyen vékony kis gyerekről van szó. Hát van igen, körülbelül elég egyébként, vékony. Tehát olyan vékony, ilyen cinge, ilyen nagyon kis ilyen... Hát vékonyabb benne a sörös doboz. Ja, annyira. Gyerek, most én nem akarom kicsigurázni, nyárra terveztem, hogyha ő is akarja törvizetet. Hát ami késik, nem múlik. Ezt sok embertől megkérdeztem már, de ez nálad biztos, hogy nem ugyanazt a választ kapom, mint másoknál. Mi a top 3 kedvenc ételed? Hát most egyébként meg egyrészt ugye a fű, mint a tehénnek, de papír. Az mindig van nála, szóval ez. Rohadtalma, inkább top 10. Top 10, igen. Akkor mi van még? Cigicsik, égőgyufa, és nagybaú, nyörshús, meg a sűrströmminget, hogy megcsinálhatom, az is a kedvenc. Ki fogja kirobbantani a harmadik világháborút szerinted? Én szerintem egyébként mindenki arra gyanakszik, hogy mit tudom én, de ezt csak ilyen cenzurázottan mondom, ez csak az én véleményem amúgy. Nem Csészak-Korea, hanem, mert ugye mindenki ízére gyanakszik egyébként a, úgyibár a Kim Jong-unra, nem? Na, nyehet! Én szerintem Csamerika. Csamerika. Na majd, ha pár év múlva erre visszatérünk, és meglátjuk, hogy, hogy valóban így lett. Tehát a gyakorlati háborút, mert az elméleti már most is folyik. Ja, hát persze. Ez egyébként engem is nagyon érdekel, hogy tudsz-e másik nyelven? Vagy csak az anyanyelv? Anyanyelv, apanyelv. Ja, igen. Tehát apanyelven tudok. Oroszul tudok egyébként pár szót, mivel nagyba a általános iskolába egyébként köllött ilyen. Ja, igen, régebben nagyba, de ez itt régen. És tudsz mondani pár orosz szót, ami még így megmaradt? Da, Naldarovje, Harasho, Praznyik, az csünnepet jelent, akkor mi Agyin, Vátri, Csipiri, Piágy, többet nem tudok. De ezeket videókból is hallhatjuk. Stoj! Rendesen. Hát persze. Tehát ezeket tudom. Hány liter bort tudsz húzóra meginni? Húzóra. Körülbelül. Csigaz Andibul egyébként egy olyan, nem vagyok egy ilyen nagyképű gyerek. Húzóra? Két húzóra. Liter. Hát az ezt szerintem nem sokan mondhatják egyébként álmaguk. Az már szóval. Van egyébként fönn a nagybacs interneten, tehát a Csöbroniton. Tehát a húzóra 2 liter, de hogyha nagyon köl, akkor... Akkor több. Hát mit tudom én, mondjuk egyszer volt ilyen demizson bor, aztán így főhajtottam. De természetesen egyébként bebaszok, mint a disznó. Hát az a lényege. Van-e valami célod, hogy hova szeretnél így elutazni? Vagy inkább maradsz itt a hazádba, vagy... Észak-Koreába. És megnéznéd azért?
Na, egy exkluzív gyufávést láthattunk. Észak-Koreába szeretnék egyébként, igen, hogy megnézni, hogy mi, hogy, tehát, hogy nagyba ú, de... Akkor majd pár év múlva láthatunk majd egy ilyen Csészak-Kóra vlogot. Nagy repülővel. Így van. Csinálsz-e még katonai életmentő videót? Ez, igen, egy nagyon sokat feltett kérdés. Törvesztük. Nem messzi van egyébként egy patak egyébként itten. Kicsit közel. A videóban láthatott patak, vagy egy másik? Ez egy... nem, ez egy másik, mert az a Csákosétnál volt, úgy bizony. Ja. Nagyban úgy bizony. Igen, de tervezek nyáron, körülbelül most van május, egy olyan hónap múlva lesz újra, hogy most már át fogom ugrani. Hát ha sikerül, nekik, igen, persze. Próbálkozásnak remélem, hogy sikerülni fog. Hát majd kiderül, srácok. Na és most térjünk át az Instagramos kérdésekre. Van-e neked, illetve hogyha van, akkor ki így a legjobb barátod? Így mindenki Csádám közül. Csádám? Na, Csádám. Erre tippeltem egyébként Csrodicer, én is. Csrodicer, ő a most a legjobb barátom. Persze. Azon mindig kívül nem voltak jó a Csákos az előtt, meg a Csunor. Ezt is sokan kérdezték, hogy miért választottad ezt az életmódot? Hogy volt-e más választásod, de te inkább ehhez ragaszkodtál, vagy így ehhez sorolt be az élet? Vagy ez így hogyan jött ez így össze? Hát egyrészt ugyibár a nagyapám túl. Öröklődés. Tehát a nagyapám volt a mozgató csrugó. Utána apám, úgy bizony. Egészség. És az az egészség a csinége, utána már kialakítottam egy ilyen önálló, tehát ezekből, tehát nagyapám és az apámnak a hatására csinálom mostan ezeket, ők indítottak el erre a szintre. Tehát vagy ők indítottak erre az cséletre. Úgy bizony. De. Akkor mondhatni, hogy ilyen genetikai félig. És azt meg kell egyébként jelezni, ők nem élték ezt a cséletmódot. Tehát, hogy ők indítottak egyébként el, dával. Például erre nem volt hajlamos, tehát én erre hajlamos voltam. Jó, van itten egy tösvérem, de a másik is, mert hárman vagyunk, úgy bizony, de. Igen. Ők nem voltak erre így, tehát nem kapták be a horgot. Szóval inkább te képviseled így, amit láttál. Hát egyébként én tudom, hogy erre nem a válasz, de sok nézőnél nem elég egyértelmű, hogy direkt színészkedsz így a nézőknek, vagy valójában is ilyen vagy-e. Miért csinészkednék? Én is ugyanezt a kérdést teszem. Ha én színészkednék egyébként, akkor mentem volna a színi tanodába, bazd meg. Szóval tehát én videón kívül is sokat beszéltem Bartossal, és tényleg ilyen. Egyébként csinészkedni. Tehát gyakorlatilag egyébként, tehát miért? Nékem egyébként ezért füzetnek, vagy valami, hogy én csinészkedjek? Nem. Hát ez az. Kis szenteledel. Na. Kurva anyádat, te... Ja, ott van nagyba, de... Csak nehogy most már a bogarakért tiszta le a frutyúba, amúgy. Kis Bear Grylls. Személyesen. Na, egyébként... Na, látod? Ilyen... Na, és még akkor... Még ilyen válaszulás, hogy... Akarok egyébként indulni ilyen túlélő műsorokba. Survivor. Abba, pont ezt amit akartam én is mondani. Ami a Soma. Mi a legdurvább dolog, amit így ettél? Jó, évek során. Legdurvább? Tehát a leges legdurvább. Aha. A legdurvább, amit ettem, az döglött macska. Fú. Tehát én mitől még mondjuk út szélén volt ilyen döglött macska. Igen. Azt tettem egyszer. Meg isunk majd egy kis bort, úgy bizony. De. Én benne vagyok. Ezt nagyon sokan kérdezték ezt is, hogy milyen ízű volt a templom, ha akkor még éreztél ízeket. Olyan volt, mint a zepermártás. Nem erre számítottam, de... Ilyen csöpermártás, tehát olyasmi volt, ilyen málna, mert megettem volna egyébként 15-20 év alatt egyébként a csegészet amúgy. Na. Az a baj egyébként, és felújították miattam. Igen, amúgy. Azt pontban néztem. Milyen szent eledelt lehetne a McDonald's-ban árulni? McDonald's-ban. Egyrészt egyébként... Hallottam már interjúkból, hogy nem szereted a McDonald's. Kibasznám a kurva picsába egyébként a tömplomfalat, vagy a tömplomfalat, a ízétel ilyen csamburgereket, meg ilyen szireket, szarokat. De? Na, darabja. Szarokja. És mit tudom én, mondjuk templom vakolat, becsomagolva szépen.
Ilyen sajtburgeres izébe becsomagoljuk a... Bartos. Bartos menü. És nyörs hús. Mi lenne a köret? Hazzanna a köret? Nyers hús. Igen. Tehát nyörs hús lenne. Egy kis fűvel. Az meg az ital helyettesítő. És Bartos ezer jót szolgál. Ja, nektek nem Fanta, meg ilyen cocacóla, meg ilyen szarok lennének, hanem a templomfa, nyörs hús, és amit a természet patikálja, amit hazajék el a kurva életbe. Ki kéne rakni ide egy Meki táblát, és így, amit látunk, azt megnézhetjük. Tehát hogy mit tudom én, tehát minden, tehát benne lenne egyébként a természet. Mert egyébként egy kis bartosista filozófiát azért váltsunk. Na, csupa fő vagyok. Az az egésznek a lényege, hogy én szerintem az emberiség, de ez is csömberiség. Itt is van egyébként egy B-harapott rohadtal ma itt a ézén. Tovább harapom amúgy. De van egy rohadt, valaki egyébként beleharapott egy csalmába, egy almába itt. Bartos véleménye az Apple termékekről, igen. Mi van ide írva? Iphone. Na ezt tovább benném ezt a csalmát. És ezért jó egyébként, hogy az üvegevéstig kiesett az egyik fogam. Ha? Ezt tudom tenni a cigit. Csú! Szóval nehogy itt megvakuljon a végén, mester. Ne baj, hát két szemem van. ez az igazi pozitív hozzáállás. Úgy bizony. Szemednél van egy tüdő. Úgy bizony. Ja tényleg, úgy bizony. Csak azt elfölöltettem. Hát köszönöm szépen. Többiek itt ajándékoztak egy kicsit a Bartos mesternek. A szatyor az itt van. Nem az a szatyor, egy másik, de akkor az vacsorára jó lesz. Jó kis bástya borral meg ajándékozott. Valójában a Hunor, de... Meg ő Csunor? Melliködő? Ő a Csunor, ő a Csergő. Csunor, köszönöm. Nagyon szívesen. Nazarove. Úgy bizony, Csörgő, köszönettel, úgy bizony, de nagyba bástya bor. Egész Nadere. Nadere. Egy nagy soproni rajongót szeretne veled beszélni. Da, Nazarov járásó. Úgy bizony, da. Nem csak a tetoválásomat akarom egyébként megmutatni. Most a Katit mutatja. Majd lesz egyébként most a új tetoválás is. Madzag. Apám is ma mindig madzaggal kötötte fölfele, úgy bizony. Jó van, nem a faszomat akarom, lottyat farkamat akarom, egyébként nem jutott. Kigömbölöttem amúgy, a fűtül, meg a bodzavi, meg a bortul. Stalin, majd ide is lesz alája írva, mert nem nagyon sokan nem Stalin elvtárs, úgy bizony. Fúj kapitalisták. Kati! Ezt leköptem, mert a rohadék egyébként elhagyott, le van szarva. Hulladék megsemmisítő bizony. Hát ezért jött meg, ja. Hát van rajtam egyébként két gatya. Na most akkor... Fő a biztonság. Szar! Ezt már bemutattam a csidájóban amúgy. Szar. Szar. Most akkor már, ha levetkeztem, akkor már itt vagyok úgy bizony. De nagyba, nagy Bartos egy alsó gatyába. De melúda. Lenin. Lenin elvtárs. Nem volt ölék tinta. Apu. Apu. Tehát a faterom. Meg Pia. Hát az... 666 vér. Egyébként így a videó végére annyit szeretnék mondani, hogy van egy kedves barátom, Bíró Milán, aki már az előző videóban is benne volt. Neki van egy csatornája, ahol a feliratkozó számok nagyon-nagyon, de nagyon leálltak. Ezért ő is, meg én is nagyon szépen megköszönnénk, hogyha itt a leírásban, vagy az itt megjelenő csatornájára rámennétek, és adnátok egy esélyt, és feliratkoznátok rá. Hát akkor köszönjük a figyelmet, srácok. Majd még lesz közös videó, mindenképp ne aggódjatok. És akkor így. Nagyba, úgy bizony, szevasztok, úgy bizony, de... Peace minden, szeretessére. Úgy bizony, de. Nazdarovje.